Az igazság, hogy nem szoktam én ilyen nagy szavakat használni, de teljes egészében megújult és átalakult az a program, amit mi idáig képviseltünk. És az előadás vége felé fogjátok érteni, hogy miért mondom azt, hogy közösen fogunk most már egészségbefektetők lenni, közösen fogunk termékeket alkotni, hiszen olyan lépésre szántuk el magunkat, amiben teljes egészében kiadjuk a kezünkből annak a lehetőségét, hogy ki milyen módon képes saját magának elkészíteni a saját táplálékát azokból a gyógynövényekből, gyógyélelmiszerekből, amelyeket mi egyébként összegyűjtünk és készítjük a termékeinket, de nem szaladunk előre. A mindennapi egészség kiporciózva lenne az előadásunk címe, és messziről fogunk indulni. Nem feltétlenül növényekről kezdünk beszélni, hanem egy kis hoponopon előadás volt itt ezelőtt 2 hónappal, pont ezen a helyen meghallgattuk. És a következőt kell látnotok, hogy az egész univerzum nem más, mint rezgés és energia, akkor minden kimondott szó, minden érzés valamilyen energia és rezgés tartalommal rendelkezik, és ezt már többször hallottátok, és most összefüggésében is értelmezzük, hogy a szeretet energia, az univerzális szeretet energiának van a legmagasabb rezgése, igazából ez tölti ki az egész univerzumot, és erre épülnek a minden létező, látható és láthatatlan jelenség és élőlény, és amikor a legfelsőbb energia szintünkön tudunk rezegni, akkor ezt a jobb perdületű, magas frekvenciát érjük meg. A köszönöm, ez a következő rezgésszint, ami hasonlóképpen egy pozitív energiát sugal, a sajnálom, a megbocsájtás energiája, ez is részévé válhat. Kérlek, bocsáss meg, ez valamilyen módon elismerem azt a gondot, amit okoztam, és ebben a 4-es egységben még mindig egyfajta rendezett, strukturális, jobb forgató nyomatékú energiákról tudunk beszélni, ami általában akkor jellemez bennünket, amikor kiegyensúlyozott állapotban vagyunk az itt és mostban, és érezzük azt, hogy jelen vagyunk, és érezzük azt az energiát, amit képviselünk. Egy apró kis ugrás, hogy a jobb cirkuláris porítás és a frekvenciák milyen módon jelennek meg az életünkben. Ott van a kis DNS szallagunk, amiről szerintem hamarosan óriási és alapvetően új információink lesznek, mert a DNS az nem más egyébként, mint egyszerű információvevő antenna receptor, ami csak akkor működik sejtszinten, amikor valamilyen feladata van a sejtnek, különben ő nap mint nap végzi a dolgát, de tökéletesen lehet őt is információval programozni, ez a délutáni előadásunk része lesz. A szeretet energia, a magas frekvenciájú, kiegyensúlyozottan pulzáló, jobb perdületű. Láthatjuk, amikor ez az energia egy egészséges káposzta fejben megjelenik, ugyanezt a spirális hatást érjük el, és higgyétek, hogy a természet itt nem játszani akart velünk, hanem célja van ezekkel a dolgokkal. Amikor a félelem rezgését megérjük, feszültek vagyunk, kiabálunk, akkor érezzük, hogy kiesünk abból a fajta harmóniából, amit egyébként minden pillanatban kellene képviselnünk. És amikor ennek egy metszeti képét nézzük, mert ezeket a színusz hullámot, és amit az előbb mutattam, és menjünk vissza, mert ez érdekes. Általában mi mindig úgy képzeljük el, két dimenzióban így néz ki. Ez sosem így néz ki, mert mi háromdimenziós lények vagyunk, és ez a pulzáló nyílik, tágul, pulzál, nyílik, tágul, és ezért általában, hogyha én ezt 3D-ben nézem, akkor egy ilyen spiralitás, egy spirális alak veszi tulajdonképpen az igazi jelalakok formáját, amit már egyébként a DNS-ben mindig 3D-ben látunk, de ha például nézünk egy galaxist, akkor ugyanezt a perdületet veszük alapul. A félelem rezgésnek is megvan a maga perdülete, és az általában a bal cirkuláris polaritás a lebontó rész, illetve hogyha 3D-ben nézzük meg ugyanezt a jelet, akkor látunk egy nagyon csúnya bal perdületű szvasztikus összetört keresztet, és a következő idők nagyon nagy tudása lesz, és ezt mindig tudjátok, hogy szoktuk prognosztizálni, amikor a őscivilizációk szimbólumai össze fogjuk adni azokkal a rezgésképekkel, amiket már mi hangrezgésekkel képesek vagyunk vízben vagy porokban létrehozni, akkor meg fogjuk látni, hogy ugyanezzel a technikával és technológiával már az őseink is dolgoztak. Na most ebből csak azt jegyezzük meg, hogy a félelem, a szeretetlenség,
a halál energiája, amit gondolati energiáról beszélünk, az általában sosem tud harmonikus lenni, és mindig egy lebontó energiát képvisel, ami egyszerűen, ha sejtszintjén nézzük, akkor teljes egészében befolyásolja az egészséget, destruktúrája a sejtek közötti vízállományt, és nagyon jól tudjuk, hogy nagyon nagy részünk víz, tehát oda kell figyelni, mit teszünk magunkkal. A természetben elég sok alkalommal megfigyelhetjük ezt a jobb cirkulációs jelenséget, amit most már egyre jobban azért felfogja az ember, hogy nem csak aranymetszésről, Fibonacciról van szó, hanem az energiaminták és információk minták lenyomatait vesszük észre. És aki régen velünk tart, az észrevehette, hogy a Viva Naturának az egyik legfontosabb eltérő tulajdonság az összes más terméken megtalálható dolog, ez a jobb cirkulális spirál használata, ami nem szól egyébként másról, mint arról a tudásról, amit a vízről szereztünk az elmúlt években, hogy a víz, amikor strukturálódik, akkor jobb cirkulális perdülettel rendezi a klaszterjeit, és akkor lehet bele információt vinni. Ha ugyanezt a spirális energiát közöljük, például porokkal vagy tablettákkal, amivel egyébként mindegyikben van 4-5% víz, akkor sokkal magasabb energiájú termékeket tudunk létrehozni, illetve ezek a termékek sokkal tovább megtartják az erejüket. Azért van, hogy amikor bármiféle mérésre elviszik a mi termékeinket és bármilyen más termékeket, akkor az ilyenfajta mérések kapcsán mi mindig a legkiválóbb eredményeket érjük el. Tehát nem véletlen egyébként nagyon, nagyon nem olcsó minden tégerre ilyen spilárokat ragaszgatni, higgyétek el, de ez tudatosan van hosszú idők óta, és hogyha kicsit megnézitek ezt a táblát, amit van a hátunk mögött, ez az elmúlt 15 évünknek a történet annélkül, hogy szeretnék most erről részletesen beszélni, de a kombucsából elindulva a gyönyörű zöldeken keresztül az adalékanyagmentes tablotta, és mai bemutatunk lényege a Napika és a Szivájván szakácskönyv, ez mind-mind reprezentálja azt a egyfajta közös gondolkodást, amit itt az elmúlt időkben létrehoztuk. És akkor itt van például a Green Mannának az alját, ha már megfigyeltétek, ott is nagyon fontos szerepe van ennek a jobb cirkulális szimbólumnak, és nagyon sok esetben, amikor bármilyen szimbólumot a testünkre veszünk, egy tetoválást, vagy egy nyakláncot viselünk, akkor vegyük tudomásul, hogy ennek igenis hatása van ránk, mert minden szimbólum a rá jellemző információt fogja kicsatolni a térből, és azzal az információs mezővel, amit én képviselek, mindenféleképpen kapcsolatba, interakcióba lép. Tehát ezenek alapulnak számos gyógymódok ma már a szimbólumok gyógyító hatásaival. De mivel ma délelőtt van, és még nem délelőtt, kezdjünk el beszélgetni egy kicsikét a termékeinkről, de mielőtt még áttérnénk, én az elmúlt években egyébként alapvetően megváltoztam, mint táplálkozás szempontjából. Hát inkább ilyen áruló vegetáriánus vagyok, hogyha lehet ezt a kifejezést használni, ami azt jelenti, hogy néha-néha még kétlábú járó kukoricát magamhoz veszek, vagy egy kis úszó sellőhúsát, de nagyon már nem fogyasztok húst, és pontosan itt van a magyarázat, amit itt láttok, hogy a húsfogyasztás mindig azzal jár, hogy előtte erőszakos úton el kell pusztítani ezt az állatot. Na most, hogyha elfogadjuk azt, hogy a testünk nagy része víz, és a víz tárolja azt az információt, ami a testre jellemző, akkor azt is el tudjuk fogadni, hogy minden megölt állat húsát elfogyasztva olyan energiát továbbít a testünkben, illetve annak, aki elfogyasztja, ami hasonló félelem, halálrezgéseket fog érezni. Na most, hogyha ezen a lenti rezgésszinten vagyunk kénytelenek létezni, akkor beláthatjuk, hogy sajnálatos módon mi sem tudunk másképp viselkedni, mint az a halálosan megsértett és félelemben lévő állat. Na most természetesen a gondolat erejével, mentális úton mindenféleképpen felül tudunk ezen kerekedni, de sokkal egyszerűbb lenne, ha már eleve olyan táplálékokat fogyasztanánk, ami önmagában is magas rezgésszintű, magas információtartalmú táplálékokat hordoz. Na most, hogyha körülnézünk a terembe, és ugye azért jöttetek ide el, mert általában a tudatosulás útján vagytok, az egészségtudatosság, a gondolati tudatosság útjára léptetek, akkor viszont tudomásul kell venni, hogy minden pillanatunkat, amit élünk, befolyásolja annak a tápanyagnak a rezgése is, ami a szervezetünkben van. Természetesen ezt fölírja a gondolat minden esetben, de nem mindegy,
hogy mi az a test, amit viszünk magunkkal, ez a kis vizes korsó, milyen információkat töltünk bele, milyen tápanyagot töltünk bele. És ha a tudatossági szintet folyamatosan fent tudjuk tartani, akkor sosem tudunk már boldogtalanok lennünk. Ez még a délután előadásban is ki fog tornyosulni, de ez egy óriási felismerés, hogyha egyszerűen jelen tudok lenni minden pillanatban, jó táplálékokat fogyasztok, akkor nincsen lehetőségem arra, hogy rossz kedvű legyek, vagy beteg legyek, vagy bármiféle hülyeség hagyjam, hogy hatással legyen rajtam. Az univerzum fenntartója a szeretetenergia, ezt az előbb említettük egy mondatban már, a naprendszerünk ős principiuma a nap, energiája a növényekben zöldvérré változik, ez a klorofil, és magyar, a világon egyébként sokszor elgondolkoztunk már rajta, hogy az élet színe zöld már a növényekben, akkor a saját vérünk színe ugyan már miért nem zöld. De vannak zöldvérűek, de mi a vörösvérűek közé tartozunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ha klorofilt fogyasztunk, akkor egy speciális gyűrűs cserével ez a klorofil a hemoglobinnal, egy gyűrűs cserével a magnézium vassal cserél helyet, és ekkor tudunk igazából rengeteg oxigént szállítani a vérben. A test oxigénhez jut, a zöld táplálja a testünket, mert hogy a táplálkozási lánc legfelső alkotóelleme, ha megnézzük a természetet, minden zöldbe borul. Érdekes módon, amikor húsevők rárontanak egy vegetáriánus állatra, akkor látjuk, hogy az első, amit elfogyaszt, az az állat gyomra. A gyomrában vannak azok a zöldanyagok, azok az enzimek, amire mindenkinek szüksége van. És ha a húsevők ellen még egy mondatot, a legnagyobb állatok, a legerősebb állatok, azok mind vegetáriánusok és nem húsevők, mert nagyon sok húsevő mindig azt mondja, úgy védekezik a táplálkozással kapcsolatban, hogy azért eszik húst, mert ha nem eszik húst, akkor üresnek és gyengének érzi magát. Hát látjuk, hogy egy oroszlán, egy bivaja szemben már nincsenek nagy esélyei, de nézzük meg egy elefántot vagy egy zsiráfot, hogy milyen csodákra képest és sík vegetáriánusok, hogy ez lesz lengeléje. A klorofil tartalma alapvetően meghatározza minden növénynek a energetikai értékét, mert hogy ha egy növény halvány színű, és mindjárt lesz egy ilyen képecskénk, mert visszatérünk még, akkor tudni kell, hogy általában az kevés napfényt kapott, általában inkább több műtrágyát, mint biológiailag transzformált ásványanyagokat kapott a fejlődése során, és ezek, ha a testünkbe kerülnek, ugyanilyen csekély értékűek. Korábban a flavonoidokkal kapcsolatban mondtuk azt el, hogy növény színéről, ember barátjáról, vagy flavonoidokat színéről, ember barátjáról, ugyanez igaz a zöld színű növényekre is, hogyha bárhol elmentek vásárolni, mindig a méreg zöld színűt vásároljátok, abban jelentősen több klorofil van, jelentősen több magnézium ezáltal, illetve feltételezhető, hogy sokkal egészségesebb környezetben volt termesztve, mint társaiak a halvány, hetekig elálló paradicsomok, eprek a szupermarketek polcain. A klorofil egyébként az egyik legfontosabb tápanyagunk, mert szinte a környezetében nem csak a klorofil van, hanem mindenféle olyan ásványanyagok, amire feltétlenül szükségünk van, és ezek általában olyan összefüggésben, olyan arányokban találhatóak meg, amelyek kiegyensúlyozottan segítik a szervezet ásványanyag és vitamin pótlását. És akkor nézzük meg, hogy sokunk által boldogan elfogadott hőkezelt ételek, ugye attól tud egy étel stabilá válni, hogyha valamilyen konzerválási technológián megy keresztül. Az egyik legrosszabb, ugye, amikor vegyszerekkel stabilizálják, a másik, amikor fagyasztják. A fagyasztás során a jégkristály, tudjuk, hogy a víz, amikor fagyasztjuk, akkor növeli a térfogatát, szétlukasztja a sejtburkot, amikor felolvasztjuk, akkor nagyon gyorsan lebomlanak az ott lévő hatóanyagok, vagy éppen hőkezeljük. És jó, a magyar konyhában mindent szétfőzünk, és pontosan az enzimeket öljük meg azáltal, hogy hőkezeljük az ételeinket, illetve azok a szerves kötések, úgy hívjuk, hogy biotranszformált kötések, amelyeket a testünk fölismerés képes befogadni, pontosan ezek bomlanak le a hőkezelés kapcsán, és alkalmatlanná válnak a test támogatására. Az élő szárítmány, és Olándorhoz szeretnék visszacsatolni, aki a magyar természetgyógyászat atya, megalapítója. Ő mondja ezt a mondatot, és felolvasom, hogy
hiteles legyen. Minden gyógynövény azért tudja megőrizni a jótékony hatását, mert azok az élő tulajdonságok, amelyek az emberre hatnak, azok csak az élő szárítmányokban maradhatnak fent. Mi az, hogy élő szárítmány? Hogy lehet valami élő szárítmány? Valami élő szárítmány csak úgy lehet, hogyha testhőmérsékleten, vagy az ő a növényre jellemző hőmérsékleten vagyunk képesek a nedvességet kivonni belőle, mumifikálni, hogyha jó egyiptomi kifejezéssel élünk, mert ezáltal, hogyha folyamatosan veszti el a sejtburkából a vizet, akkor egyszerűen a geometriai belső alakzata megmarad. Ez nem más, mint amikor több ezer éves mumiákat ásnak ki, és még mindig ott van, és a teljes élő formáját megőrizte. A növényekre ugyanez igaz. Most ugye nem mumiákat teszünk, hanem igazából mumifikált növényeket. Ezek a mumifikációk úgy jönnek létre, hogy alacsony hőmérsékleten, minimális károsítással készülnek ezek az élő szárítmányok. És ott tudjuk, hogy a gyógynövényeket is ott lóbáljuk egész télen a padláson, vagy valami megkímélt helyen, és csak akkor porítjuk őket, mielőtt felhasználnánk, vagy elfogyasztanánk őket. Az élő szárítmányokhoz nem kellenek mérési jegyzőkönyvek. Víz hozzáadásával, vízben, illatban, színben feloldva olyan illatúak, mint hogyha friss facsarmány lenne. És én mindenkit megkérek, hogyha vége az előadásnak lesz egy kis ebédszünet, akkor fáradjanak és próbálják meg ezeket az élő szárítmányokat vízben oldva megkóstolni, és utána igazolják azt, amit mondtam. Ennek kapcsán egyébként létrejött ez a gyönyörű zöld technológia, ami nem jelent más, mert gyönyörű zöld lehet a kurkuma is, már elnézést, ilyet mondok, mert ez egy technológiának a neve, maga a szállítási eljárás az, amit reprezentál ez a jelző, bárhol ilyennel találkoznak, tudják azt, hogy ez mindegyik olyan, hogy visszaoldva a port élő szállítmányokat tudunk szinte életre lehelni. Azt mondom, hogy mindig a friss a legjobb, annál nincsen jobb, de általában ebben az éghalati évben, ahol mi élünk 2-3 hónapnál tovább, nincs lehetőségünk arról, hogy termőföldi vagy szántóföldi friss zöldséget, gyümölcsöt fogyasztjunk. Igenis, szükségünk van az élő szárítmányokra. Egyébként azáltal, hogy valami nem sárgul be, ugye említettük, hogy a kezelések kapcsán pontosan a színüket vesztik el először, abból lehet látni, hogy a enzimatikus és mindenféle kémiai hatások kapcsán lebomlanak azok a hatóanyagok, amelyek jellemzői az élőnek. Amikor viszont egy szárított port visszaoldunk, és ugyanolyan színe van, mint az élőnek, akkor jó esélyünk van benne arra, hogy a benne lévő hatóanyagok sértetlenül megmaradtak. És még egy érdekes dolog, ugye az elmúlt hosszú évtizednek a csúcsterméke lett a Green Manna, ugye a Green Mix 9-et 1,5 millióan fogyasztották már. A Green Manna tulajdonképpen a gyönyörű zöld kategóriának a csúcsterméke, amit most itt kint meg fognak tudni kóstolni. És azért lett a Manna elnevezése, mert szinte, hogyha egy utazás során nincs módunk másra, például csak egy kis vizet tudunk valahonnan szerezni, tiszta vizet, forrásvizet, természetesen nem csapvízre gondolok, akkor a Manna hozzáadásával teljes értékű táplálékot tudunk adni a szervezetnek. Például a fogyókúráknál, amikor nem akarjuk éheztetni magunkat, de azért a testet se akarjuk sanyargatni, akkor tökéletesen lehet ezt használni. És egy kis apró dolog, a gluténmentesség. Ugye tudjuk, hogy a búzafű a gerince a Green Mannának és nagyon sok termékünknek. A gluténmentes búzafűet viszont meg csak úgy lehet elállítani, hogyha odafigyelnek arra, hogy mielőtt kalászba fordulna a búza, fű, akkor kell learatni, és ezt nagyon nehéz megcsinálni, mert szinte a 20 centis füvet kell aratgatni, úgyhogy ne a sarat aratjuk le, stb. Stb. Úgy a búzafűvünk, mint a Green Mannánk is gluténmentesre büszkék vagyunk. Kicsit átadnám Vikinek a szót, aztán még jövök vissza egy kicsit. Szeretettel köszöntöm Önöket. A Green Mannának az összetevőit itt láthatják felírva. Elnézést, egy kicsit rekedt a hangom, de azért igyekszem beszélni. Az nem jó. A Green Mannának az összetevői tehát a búzafű, kapor, brokkoli, csalám, petrezselyem és a spenót. Itt láthatjuk, hogy a klorofil tartalma igen jelentős, amit István előbb elmondott a klorofilról, hogyha a Green Mannát fogyasztjuk, akkor ezeket a hatásokat mind a magunkénak tudhatjuk. A búzafűből van benne a legtöbb, amit érdemes megjegyezni, hogy egy
növényi fehérje forrás, tehát vegetáriánusoknak nagyon fontos a növényi fehérje pótlásaként. 17 féle aminosavat tartalmaz. Természetes vitaminforrás és ásványi anyagforrás, igazából vitaminbombának is szoktuk emlegetni, és a fáradtságnak is az energetizáló zöldje. Az a megfigyelésünk és tapasztalatunk, hogy akik fogyasztják, jelentősen növekszik az életenergia, a vitalitás a fogyasztása során. Természetes B17 vitaminforrás, ami megint csak jelentős, mert a búzafűben a legkiemelkedőbb ez a tartalom. Csökkenti az allergiás reakciókat, ami azt jelenti, hogy fogyasztásával csökkenteni lehet minden típusú allergiát, pollenallergiákat, illetve ha tudjuk, hogy mire vagyunk allergiásak, és előtte 2-3 hónappal elkezdjük szedni, akkor ki sem fog jönni ez az allergia. Ez is visszajelzésekből tudjuk, hogy ez megvalósítható így. Magas a klorofil tartalma, amit a színe is elárulja, és ahogy említettem, energetizálásra képes, pontosan a klorofil tartalma miatt mondhatjuk ezt róla. A brokkoli azért került bele, mert egyik legjelentősebb tulajdonsága, hogy képes beindítani az öngyógyító mechanizmusainkat, ami nagyon-nagyon jelentős, hiszen a szervezetünk meg tudja gyógyítani saját magát, és pont ehhez ad egy természetes segítséget. Szintén jelentős az ásványi anyag és a vitamin tartalma, valamint még nagyon sok dolgot el tudunk róla mondani, mert az a szerencsés helyzetben került a brokkoli, hogy Amerikában egy kutatóintézetben megvizsgálták, a Johns Hopkins kutatóintézetben, és bebizonyították tanulmányokkal, hogy mire képes a brokkoli. Éppen ezért tudjuk róla, hogy sikeresen lehet használni daganatos terápiáknál, mert van benne egy anyag, a szulforafán, ami képes arra, hogy megelőzze a daganatok kialakulását, illetve hogy segítse a gyógyulását, azoknak a lebomlását képes segíteni és kiürüljenek, illetve a burjánzást is gátolni tudja. Valamint Franciaországban készültek olyan kutatások, hogy a gyomorfekélyeknek a terápiájánál is igen hatásosan segíti a gyógyulást, illetve a cukorbetegség esetén is, pontosan azért, mert öngyógyítást indít el, és a szervezet olyan fehérjéket fog előállítani, amik a cukorbetegség során károsult véredényeket képesek regenerálni. Tehát cukorbetegeknek kiegészítő terápiáként mindenképp ajánlott a brokkoli fogyasztása. Valamint segít megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől, tehát antioxidáns hatást is mondhatunk neki. A spenót bekerült a Green Mannába. Egyrészt azért, mert igen magas a lutein tartalma, még magasabb, mint a vörös sáfonyának, és azt tudjuk, hogy a luteinre szükségünk van az éles látáshoz. Szervezetünk ezt nem tudja előállítani, úgyhogy mindenképpen a táplálkozással kell bevinni. Mágikus testi előtt kölcsönöd, ezt a népgyógyászatból tudjuk, és ezért került ide Popeye. Az izmok működését segíti, illetve a fizikai terhelést jobban bírjuk, hogyha spenótot fogyasztunk rendszeresen. Kiváló antioxidáns forrás és nagyon magas a klorofil tartalma, annyira, hogy még az iparilag előállított klorofilt is a spenótból szokták kivonni, mert olyan magas tartalommal rendelkezik, éppen ezért gyulladáscsökkentő hatása is említésre méltó. Magnézium, kálium és folsav forrás, illetve természetes C-vitamin és K-vitamin forrást jelent nekünk. A kapora a természet inzulinja, mondják sokan. Az orosz népgyógyászatban van ennek nagyobb hagyománya, de már itthon is tapasztaljuk. A cukorbetegségnél a cukorszintnek a helyreállításánál egy nagyon jó hatást lehet vele elérni, akár már 2-3 hét alatt, hogyha rendszeresen fogyasztjuk a kaprot. Kevesen tudják a kaporról, hogy az antibakteriális ereje szinte vetekszik a fokhagymáival. Amit a fokhagyma képvisel, mint antibakteriális erő, azt ugyanúgy a kaporral is elérhetjük. Éppen ezért használhatjuk emiatt is. Például a szájhigiénia helyreállítására, hogyha kapor, port vagy tablettát a szánkba veszünk és elszopogatjuk, elrágjuk, akkor a száj pH-ját helyre tudjuk állítani vele. Jelentős rostforrás, ami nagyon fontos, mert a rosthiányos táplálkozás jellemző mindenkire szinte, illetve nehéz rá odafigyelni. Éppen ezért segíti az emésztést is, és a bélrendszer tisztán tartását is segíti. Rostforrásra mindenképp szükség van, hogyha egészséges székletet szeretnénk magunknak. Támogatja a hasnyálmirigy munkáját,
és a húgyutak egészségéért is sokat tesz, ugyanis azok, akik hajlamosak arra, hogy húgyúti fertőzéseik legyenek, húgyhólyag gyulladásuk legyen, és ez rendszeresen előfordul, akkor a kapor képes arra, hogy ha ezt a gyulladást E. coli baktérium okozza, akkor nem engedi, hogy ez a baktérium megtelepedjen a húgyhólyagban, illetve segíti a kiürülését is. Tehát akik hajlamosak ilyen irányú betegségekre, a kapor szedésével nagyon sokat segíthetnek maguknak. Petrezselyem is bekerült a Green Mannába, szintén ásványi anyag és vitaminforrás, ugyanúgy helyre tudja állítani a száj egészséges pH-ját, mint a kapor, támogatja a vese feladatát, kiválasztási feladatát, serkenti az emésztőrendszer működését, és a népgyógyászatban jó eredményekkel használják gyomor- és májbetegségek terápiája esetén. A csalán is bekerült a Green Mannába, szintén jelentős ásványi anyag és vitaminforrás, támogatja a test életerejét, méregtelenítő hatású, szinte mindegyik olyan keverékbe beleszokták rakni a természetgyógyászatban, népgyógyászatban, ahol tisztító, méregtelenítő hatást szeretnénk elérni. Erősíti az immunrendszert, és vizelethajtó keverékekbe is beszokott kerülni. Itt visszaadom Istvánnak a szót. Az jó, amikor az ember elkezd egy előadást és elmegy közben a hangja, én már éltem már ilyet többször. Ez egy érdekes kép, kering a netten, és gondolkozunk el rajta, hogy tulajdonképpen mit teszünk. Hogyha a szupermarketek polcai lévő élelmiszerek 80%-a még 100 évvel ezelőtt nem létezett, akkor mit teszünk? Mi az, ami a chipses zacskóban van? Mi az, ami a 76 féle adalékanyag egy nutellába, amit a gyerekeinknek odaadunk? Mi az a 18 féle adalékanyag, ami állítólag a kenyérben benne van, és másnap összeesik, mint valami vízmentes szivacs, vagy éppen olyanná válik, mint egy szivacs? Egyszerűen, ha nem nagyítóval járunk már a drogériákba, vagy a élelmiszerboltokban, folyamatosan csak mesterséges anyagokat vagyunk képtelenek elfogyasztani. Én ennél sokkal rosszabb statisztikákat is láttam, volt már olyan, hogy 92%-a ma táplálékainknak vagy mű, vagy olyan génmanipulált, amit már a szervezet nem tud felismerni, és nem tud befogadni, és nem tudjuk a hosszú távú hatásmechanizmusát, hogy mit fog ez a testünkkel csinálni. Na, ezzel el kell gondolkodni, hogy mi az, amit bátran ehetek egy, vagy vehetek egy élelmiszerboltba, vagy egy étterembe, ahol beteszem a lábam azért, hogy komoly 10 000 forintért meg tudjak ebédelni másodmagammal. És valóban 10 évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna azt, hogy ez ennyire kritikus helyzetté válik, hogy szinte már a gyönyörűen csillogó génmanipulált paradicsomnak a tetejét mivel szokták azt manipulálni? Pikkelyes hal génjével manipulálják a paradicsom héját ahhoz, hogy hosszú hetekig elálljon, és akkor én a hal pikkelyét leszoktam pucolni, nem szoktam megenni, de igazából, amikor eper szörpöt csepegtetek a műanyag fagylatomra, az is fűrészporból van, elegem van ebből a dologból. Gondolom, nem csak én vagyok így ezzel. És akkor határoztuk el, hogy létrehozunk egy olyan szakácskönyvet, amit, mint a régi őseink, akik elindultak, vagy itt voltak, de elmentek valahová hosszú vándorlásra, hogy egy pár kis zacskóba elvitték a szárított növényeket, a szárított húst, megálltak este, egy kis meleg vizet forraltak, és ebből csináltak táplálékot. Nem örülök ennek a hírnek, hogy sokkal több lehetőségünk nincs már arra, hogy egészséges táplálékot készítsünk, mint az, hogyha magunk tesszük ezt meg, és nem mehetünk bizalommal az élelmiszerboltokba. De ha ez az út, akkor ezt az utat kell járni. Tehát nem kell fölháború, úristen, már megint mivel mérgeznek. Van egy út. És hogyha mindig van egy út, amire rátérjek, hogy tovább tudjak menni, akkor ezt mindig meg is kell tenni. És tulajdonképpen ez lenne a mi útunk, hogy amit elértünk az elmúlt 15 évben, hogy vannak olyan vegyszermentes beszállítóink, van saját termelésből származó zöldségünk, szárítmányunk, amiből tudunk olyan alap porokat készíteni,
amiből mindenféleképpen el tudjuk a saját egészséges receptúránkat készíteni. Na most ezt jó körmondatot elmondtam, de egy a lényeg. Ez a szivárvány szakácskönyv, amit most önök látnak, és itt van kinagyítva, ez a szivárvány szakácskönyv, ez még csak két személynek létezik, a Vikinek és jó magamnak, és mindig ott állunk meg, hogy persze ez neked ízlik, nekem ízlik, de mi ízlik az embereknek. És akkor innentől lesz interaktív a játék, hogy 16 féle por érhető el már ebben a pillanatban is. Ebből a 16 féle alapanyagból rengetegféle jó táplálékot lehet elkészíteni. Én nem buzdítok mindenkit arra, hogy a 16 félét megvásárolja, de érdemes elkezdeni otthon tiszta vízzel, kiskanállal, műanyagkanállal porokat kevergetni egy sékerbe, megnézni, hogy a testünk hogy reagál rá. Az ősi védikus tudás szerint egyébként, hogyha bármit a számba veszek és egy-két percig zubogtatom, a testem megmondja, hogy köp ki vagy nyerd le. Egyébként ez lehet minden táplálékkal kapcsolatosan az egyetlen olyan védekező mechanizmus, amikor úton vagyunk és nem tudjuk, hogy egy nagyon drága étteremben, ahol viszont még hallom a mikrohullámú sütő csattogó csillogását a konyha felől, hogy nem tudom, mit adnak a számba, nem tudom, milyen ízfokozókat használnak a levesemnél. Ez egy jófajta módszer, hogy nagyon rágjuk meg, és hogyha a testnek nem ízlik, akkor ne együk meg, köpjük ki. Na és akkor itt lennének a kis ötleteink, hogy mit gondolnánk önöknek odaadni. Tehát eleve ugye hosszú évek alatt elértük azt, hogy tudunk olyan porokat előíteni, amiket most már nem kell rázni, zúzni, egy kis kanállal is akár fölkeverhetők. Egyébként ez nem volt egyszerű dolog, bármennyire egyszerűnek tűnik, mert általában ezt úgy szokták elérni, hogy vagy instantizálják, akkor újból mesterséges anyagot tesznek mellé, vagy olyan mikroporokat készítenek, ami már oldódik a vízben, ugyanakkor viszont a növények sejtmembrányát megsértjük, hogyha 500 mikron alatt készítünk bármilyen port is az előbb elmondattok miatt. Na, és akkor itt a nagy kérdés, hogy a vivonat ura, ha porok urak, akkor ön mit tehet a saját egészségéért? Tehát logikus a válasz, hogy egy pohár vízzel, bármelyik por elkészítésével, így néznek ki ezek a porok, visszazárható tasakokban vannak, 15 és 25 dekás kiszerelésben, ez a legolcsóbb, tehát ne terheljük a környezetet, az is nagyon fontos, ezek a tasakok utána is bármire még használhatók, zipzárasak, és nézzük meg a flottát, miből tudunk elindulni. Az előbb említett Grimm Annát, ami egyébként sláger termékünk most, ön hazamegy és azt mondja, hát ez a Jakab esze a kaprot, nekem nem tetszik, nem kell bele, de beleteszek sokkal több brokkoli, spenótot. Egyedi recepteket tudunk elkészíteni. Nekem egy kicsit gond a hasnálmirigyem, akkor több kaprot teszek bele. És egyszerűen képes leszek otthon bármiféle ételt elkészíteni. És akkor most jön étel. Ugye általában azt szoktuk meg, hogy az attól van teltség érzetünk, hogyha valamitől telítődünk. És akkor innentől fogva komoly balanszanyagok is kellenek. A mi balanszanyagaink nem másak, mint a kapor, a kókuszliszt, a rizsliszt, az még nincs itt, de hamarosan érkezik. Sütőtök, almarost. Köszönöm szépen. Kicsit érdemes ezeken elgondolkodni. A búzafüvet kapott család nem fogjuk ismertetni, de azért vannak itt olyan új sztárok, amelyek érdemtelenül nem használatosak mostanában az étkezésünkben. Ugyanakkor, amikor bárhova elmegyek előadást tartani, akkor mindig utána jönnek, és mondják, hogy hát én még ezt is csinálnám, azt is csinálnám. Tehát nagyon sok ilyen por van előkészületben. Ebben az évben 36-ig szeretnénk eljutni, de utána majd kiderül, hogy mi az, amit önök szeretnek, és akkor ez alapján fogjuk fejleszteni. Azt az óriási lehetőséget is ki kell használnunk, hogy mi, mint egy gyártó, bármit be tudunk szerezni a világba, amit önök például, ha már nem akarnak káliumos sót enni, elmennek a patikába, és nagyon sok helyen nem lehet például káliummentes sót kapni. Mi minden további nélkül elmegyünk, megveszünk, és most is kiporcióztuk önöknek, tehát minden féleképpen tudnak ilyet is beszerezni. Ugye látjuk, hogy tudatosan vagy tudattalanul, de folyamatosan mérgezik az emberiséget. Ehhez viszont nekünk nem szabad fölháborodni, mosolyogni kell, és mi tudatosan választjuk azt, ami jó nekünk. Ez az új stratégia, hogy nem harcolni, kivonulni a harcokból. Van más út, mert a szeretet a sosem harcol. És hogyha olyan energiai ételeket fogyasztunk, ami általában nem a harcról szól,
akkor egyszerűen megtaláljuk majd azt a békés utat, hogy ezt a rengeteg stresszt és az élet irritációit letegyük, mert ha nem tudjuk letenni, akkor nem tudunk átlépni ebbe a mostani újkorba, hanem egyszerűen belepusztulunk azokba a fájdalmakba, amelyeket az elmúlt 50-100 évben mi és az őseink létrehoztak itt energetikai szinten. Ez mindenkinek tanulság. Látjuk, hogy hány ismerősünk, barátunk megy el mostanában, ezek nem tudják meglépni. A tudatos ember képes lesz ezen túllépni, de lépjünk kicsit vissza, és Viki mindjárt segít nekem, és megbeszéljük, hogy mi mire jó. A medvehagyma egyébként idáig óriási sztár volt, lehetett frissen találni, de most már porformájában ugyanolyan íze van, érdemes megkóstolni, kint kérjék meg, hogy bontsanak föl egyet, higítsák föl vízzel. Na, köszönöm, visszaadom, ez az egy jó mikrofon. Medvehagymáról sokan tudjuk már, hogy amit a fokhagyma képvisel, azt szintén a medvehagyma is képviseli, ezért fogyasszuk bátran minden olyan hatásért, amit a fokhagymától várunk, a medvehagymától is megkaphatjuk. Kedvezően hat a gyomor és a bélrendszer működésére, támogatja a szív- és érrendszer védelmét, a koleszterin értékek megfelelő szinten tartását, segít kiegyensúlyozottan tartani az idegrendszert, valamint a mikróbák elleni küzdelemben is segítséget tud nekünk nyújtani, és a védikus tanítások szerint a medvehagyma az érzelemtestünkre is hat, mint ahogyan említettem is, hogy az idegrendszert képes kiegyensúlyozni, ugyanúgy képes fokozni a vágyakat és a szenvedélyeket is, ennek a hatásnak az eléréséért is használhatjuk a medvehagymát. A tökmagpor az egyik por, ami tulajdonképpen ocsú. Ez azt jelenti, hogy a tökmagnak a sajtolása után visszamaradt porról van szó, mert kisajtolták belőle az olajat, és visszamaradt ez a por, ami ugyanúgy képviseli a tökmagnak az értékeit, képes arra, hogy stabilizálja a sejtmembránokat, csökkenti az ödémákat, javítja a perifériás erek és a szövetek működését, és ami nagyon jelentős, hogy igen magas a növényi fehérje tartalma, magasabb, mint a szójáé, míg a szójának számos olyan tulajdonsága van, ami miatt nem ajánljuk, vagy csak ritkán ajánljuk fogyasztani, ezzel szemben a tökmagport azt bátran fogyaszthatjuk. Cink és E-vitamin forrás javítja a prostata működését férfiaknál, illetve segíti az epehólyag és a májnak a működését. A zabfűről kevesen tudják azt, hogy az egyik legerősebb nyugtató, szorongásoldó antidepresszáns növényünk. Valószínűleg ezt a hatását annak köszönheti, hogy kiemelkedően magas a D-vitamin tartalma, ami megint csak jelentős, hiszen természetes formába kapjuk a D-vitamint általa, amit aztán a szervezetünk valóban képes felhasználni, felismeri és felhasználja. Szintén kevesen tudják a búzafűről, hogy adaptogén hatása van. Ez azt jelenti, hogy amikor szélsőséges helyzetekbe kerülünk, akkor segíti nekünk, hogy alkalmazkodni tudjunk ezekhez. A ginzengről ismerjük ezt a hatást a legtöbben, de a zabfű is rendelkezik ezzel az adaptogén hatással, illetve a spárga is. Részt vesz a szervezet méregtelenítésében, csökkenti a koleszterin szintet, segít fenntartani az egészséges pH egyensúlyt, és véd a húgysavak ellen is, segíti azok kiürülését, illetve elraktározódását is. Az almarost, ahogyan István is említette, egy kiváló rostforrás, pektin tartalma révén a szervezet méregtelenítésében jelentősen részt tud venni. Kitisztítja a bélrendszert, hogy ne legyenek benne pangó maradványok. A gyomor és a vékony bél falán pedig egy filmszerű bevonatot képes létrehozni, így lassítja a cukrok étkezés utáni felszívódását, ezért a cukorbetegeknek is nagyon jó hatású a fogyasztása. Mondhatjuk róla, hogy kalóriamentes, duzzadó képessége is jelentős, ezért a fogyókúrázóknak is a figyelmébe ajánljuk, hiszen az éhségérzetet azt el fogja venni, miközben segít számos egyéb hatásával a testünknek. Fogyókúrázók ugyanúgy elkészíthetik a saját receptjükben az almarostot úgy, hogy hozzáteszik a kókuszlisztet, ami képes ugyanezt megtenni, tehát megduzzad, segíti a kiürülést a bélrendszerből, az egyéb táplálékok kiürülését, illetve nem jelent kalóriát, úgyhogy nyugodtan fogyaszthatjuk. A kókuszlisztről, amikor beszélünk, akkor a kókusznak a belső fehér részétről beszélünk, ami szárítással készült, és aztán meg lett őrölve.
igen kiváló rostforrás, és a szója térhódítása előtt a kókusz volt a leggyakrabban használt növényi fehérje, pontosan azért, mert ő is besorolható a magas növényi fehérje tartalmú ételek közé. Használható, ha valaki szeretné éppen sütéshez használni, használható, illetve gyümölcs turmixok készítéséhez is javasoljuk. Allergiák esetén is alkalmazható, ami azt jelenti, hogy akik különböző ételallergiákba szenvednek, eddig még nem volt olyan tapasztalat, hogy ne használhatták volna biztonsággal a kókuszlisztet, tehát bármilyen ételallergiánál próbálkozhatunk vele, hogy használhatjuk. Segíti a vitaminok és az ásványanyagok felszívódását, tehát amellett, hogy rostforrás, még a vitamin felvételünket is javítani fogja. A kapor ugyanígy megjelent porként külön, az előbb beszéltem róla, hogy a kaprot most nem részletezném még egyszer, az ugye az egyik legjelentősebb hatása, hogy a természet inzulinjának is nevezzük. A zeller is bekerült a porok közé, egyrészt tudjuk róla, hogy nagyon sokan szeretik a finom íze miatt, és ugyanakkor szintén rostforrás és ballasztanyagokban gazdag, ami megint csak nagyon fontos az egészséges bélműködéshez, maradéktalanul kiürüljön a bélrendszerből, aminek ki kell ürülnie, és minden nap egészséges székletünk legyen, ehhez elengedhetetlen a rost gazdagság. Szerves nátrium tartalma jelentős, hatóanyagai révén az immunrendszer munkáját segítik, kiemelkedően magas benne az ABC vitamin, és a kalcium, kálium, vas és magnézium tartalma. A népgyógyászatból nagyon sokan ismerik már, mint a férfi energiának a karbantartóját. A sütőtök szintén a fogyókúrázók receptjébe bekerülhet a rosttartalmú porok mellett, mert a kalóriatartalma igen alacsony, ugyanakkor számos pozitív hatással rendelkezik. Már az ősi indiánok is ismerték, például szeplő eltüntetésére használták, és a kígyómarást gyógyították vele régen. Mi ma azért használjuk, mert segíti az immunrendszer munkáját. Jelentős nyomelemek vannak benne, nagy mennyiségben, ahogyan az a felsorolásból látszik is. Illetve a népgyógyászatban meghűlések és gyulladások kezelésére használták nagy sikerrel. Szépé teszi a bőrt, és a pattanások elleni küzdelembe is segítséget nyújt. Tisztítja a bélrendszert, és a máj működését is képes serkenteni. Porként megjelent a C-vitamin is, csipkevogyóval és hibiszkusszal. A C-vitaminról mindannyian ismerjük, hogy kiváló antioxidáns forrás, segíti az immunrendszer munkáját, segít a vörös vérsejteknek a hemoglobin előállításában, segít és erősen tartja az izmokat, a csontokat, kell az íny ízületek egészségéhez, és azért van ideírva, hogy az aszkorbinsav még nem C-vitamin, mert itt az aszkorbinsav mellé pont azért került oda a csipkebogyó és a hibiszkusz, hogy annak a ballaszt anyagai segítségével valóban fel tudjon szívódni az aszkorbinsav, mert ha nagy mennyiségben csak tiszta aszkorbinsavat fogyasztunk, akkor az egyrészt nem tud felszívódni, másrészt meg lehetnek olyan hatásai, amik nem kívánatosak. Hogyha azonban mellette van a természetes C-vitamin, akkor ezek fel tudnak szívódni. C-vitaminról még lehet folytatni azt ugye, hogy nagyon sok tanulmány készült róla, amik egyetértenek abban, hogy fogyasztásával a náthás influenzás betegségek tünetei csökkenthetők, a betegség időtartama is lerövidíthető, illetve a megelőzésben is nagyon nagy szerepet játszik. Bekerült a porok közé a tiszta nátriumklorid só is, amely nélkülözhetetlen az ember és az állati szervezet számára. Testnedveinkkel kiürítjük őket, ugyanakkor pedig szükséges a gyomorsav termelődéséhez, és a nátriumkloridot a szervezetünkbe csak a táplálkozással visszük be, ezért fontos, hogy tiszta sót fogyasszunk, illetve hogyha próbálgatjuk a porokból elkészíteni a saját receptünket, akkor bizonyos poroknak az ízhatását is nagyon kedvezően kiegészíti. Köszönöm. Még a sütőtökkel kapcsolatban azért jó tudni, hogyha elmegyünk a környező országokba, Ausztriába,
meg kicsit délebre is, akkor általában mindig a magyar sütőtök, illetve a magyar sütőtök magjából készült olajat tudjuk hazahozni. Tehát ebbe is óriási kapacitás van ebben az országban. Most jártuk a vidéket, hogy a legjobbat találjuk meg, illetve tervezzük majd a 100%-os sütőtök olaj elterjesztését is, mert például nem csak vízben oldódó porokat tudunk elképzelni, hanem sütőtök olajjal lehet bármiféle pástétomot elkészíteni. Irdatlan árakért árulják ezt ma, és ezt mind a saját boszorkány konyhákban képesek leszünk megtenni. A megák. Megérkezett az üzenet, megállni most nem lehet, megadódással sokkal többet tehet. Na most azért van ez a blődis mondat, mert hogy önök is jól tudják, hogy fantasztikus Európai Bizottság ma már mindenféle gyógyhatást tüzel vassal írt, hogy ne lehessen mondani, viszont ezzel a mondattal rá tudtuk irányítani a mega készítményekre a figyelmet, hogy miért kell mega egy magnéziumból, azt mindjárt újból a C-vitamin állandóan előkerül. Ugye emlékezzük, Szent Györgyi Albert azt mondta, hogy a C-vitamin ugyanúgy ott legyen minden konyhában, mint a liszt vagy a só, és mindennapi táplálkozásunkat egészítsük ki. Látjuk, hogy az alternatív gyógymódoknál is, mint valami Jolly Joker, folyamatosan nagy mennyiségű C-vitamint fogyasztunk. Nem ártalmas a vesére, ez csak egy ellenpropaganda. Ugyanakkor az aszkorbinsav még nem C-vitamin, tehát kellenek azok a kiegészítő anyagok, amivel képes felszívódni. Ha már magyarok vagyunk, akkor miért nem piros paprikával visszük be ezt az anyagot, amivel a C-vitamin segít felszívódni. Japán turisták keresték ezt hosszú éveken keresztül, ennek az igényére készült el ez a termék, ugyanakkor meggondoltuk, hogy Magyarországon miért ne lehetne ezt is. Nagyon népszerű lesz, én személy szerint ezt fogyasztom. Kurkuma megadózis. A kurkuma egy indiai Jolly Joker, azért tudni kell, hogy nem azonos azzal, amikor curry port veszek, mert az a virágból készül, a kurkumin, azt meg csak a kurkuma gyökere tartalmazza. Egyébként ez Vikinek kedvence, most nagyon röviden vissza fogom adni neki a szót a kurkumára, aztán majd jövök vissza, mert igaz. Nem, a kurkuma tényleg egy olyan csodálatos dolog, de most el kell mondanom egy titkot, ezt nem sokan tudják, hogy azért, hogy az EFSA, ez az Európai Bizottság nem tud a kurkumáról rosszakat mondani, ez azért van, mert a John Hopkinsban megcsinálták azokat az emberi klinikai kísérleteket, ezt végig, amit itt el fogunk mondani, ami miatt viszont belekerülhetnek a termék kommunikációjába. És ez miért van? Azért, mert a John Hopkins kutató laboratóriumnak vezetője egy ajurvédikus kínai, indiai ember. Tehát egy indiai ember, aki ezt végezte, és ezért a kurkumáról ma szinte mindent elmondhatunk. Nagyon remélem, hogy legközelebb egy orosz ember lesz, és akkor majd a fokhagymáról is ugyanezt megtehetjük, egyelőre nem. Visszadnám a szót kurkumára. Johns Hopkins kutatásainak köszönhetjük a következő hatásokat, amiket tanulmányokkal sikerült bebizonyítania. Egyrészt a jelentős gyulladáscsökkentő hatás, minden típusú gyulladásnak a csökkentésére alkalmas, és arra, hogy elindítsa a szervezetet arra, hogy abba az irányba, hogy képes legyen megoldani ezt a gyulladást. Antimikróba ellenes hatása is, illetve így Julianna után, előadása után nem egészen jó azt mondani, hogy antimikróba ellenes, inkább azt mondom, hogy az egyensúlyt segít fenntartani, hogy az antimikróbákat olyan utakra tereli, ahol az egészségünket tudják aztán szolgálni. Tehát mindenféle olyan esetben, amikor a mikróbákkal meggyűlik a bajunk, akkor a kurkumára ugyanúgy gondolhatunk. A Viva Natura pultjánál található egy Licarap nevű kapszula, amiről majd lesz később szó, úgyhogy most csak azt említeném meg, hogy az emésztőrendszer mikróbáinak a tisztítására használjuk ugye többek közt. Az a megfigyelés, hogyha ezt a Licarap kapszulát a kurkumával együtt szedjük, akkor annyira felerősítik egymás hatását, hogy még jobb lesz a hatékonyság utána. A kurkumát viszont a szív- és érrendszer egészségének a fenntartására is használhatjuk, illetve a máj védelmére is. A májnak a méregtelenítési munkáját és a regenerációját is képes segíteni.
Ismerik ugye most már az izületvédő hatását is, minden típusú izületi gyulladás és bántalmak terápiájánál használhatjuk a kurkumát, illetve segíti a daganatos betegségek, a cukorbetegség és az Alzheimer-kor gyógyulását is kiegészítő terápiaként használhatjuk. Legjelentősebb hatóanyaga a kurkumin, ami egy nagy hatású antioxidáns anyag, regenerálja a májsejteket, tehát a károsodott májsejtek képesek regenerálódni, hogyha segítünk neki kurkumával, és csökkenti a megemelkedett koleszterin szintet is. A máj munkáját nagyon fontos támogatni ma már, ugye, mert a méregtelenítő munkája olyan nagyfokú lett a táplálkozás következtében, hogy el kell neki a segítség, ezért a kurkumát szinte mindenkinek ajánlhatjuk. Serkenti a véráramlást, méregteleníti a szervezetet, fogyasztásával megelőzhető az epekő képződés. Az epekő, ha eltávozott már a szervezetből, akkor a kiújulását is meg tudja akadályozni. Valamint kismamák is szedhetik, mert fokozza az anyatejnek a kiválasztását. A másik meg a magnézium C-vitaminnal, ami egy igen nagy dózis, ez a legnagyobb dózis, amit javasolt fogyasztani magnéziumból. 493 mg van a napi adagban, mellé került 874 mg C-vitamin, ez pontosan azért, hogy fel tudjon szívódni a magnézium, a C-vitamin segítségével valóban fel is tud majd szívódni. Magnézium azért is került a megák közé, mert megint csak egy olyan anyagról van szó, amire mindenkinek szüksége van, hiszen hogyha nincsen elég magnézium a szervezetünkbe, akkor több mint 300 enzimnek a munkája károsulni fog, nem fogják tudni elvégezni a feladatukat. Jelentős lugosító ásványi anyag, viszont tudni kell róla, hogy stressz és mozgáshiány esetén fokozottan kiürül. Amikor elkezd ürülni és már hiány jelentkezik, akkor ezt kezdetben fejfájás és izomgörcsök jelezhetik. Hogyha ennél nagyobb lesz a hiány, akkor már nagyon komoly tünetek is jelentkezhetnek. Ezért aztán mindenképpen ugye a stresszes világunkban ajánljuk a fogyasztását, viszont nem éjgyomorra ajánljuk, mert akkor meghajthat esetleg minket, hanem délután nyugalmi állapotba ajánljuk a fogyasztást. Szükséges az egészséges idegrendszeri és csontrendszeri működéshez is. És most pedig István fog beszélni a napikáról, megismerhetik, hogy az mi. A napika egy viccnek a jövevénye, amit most nem fog elmondani, mert egy kicsit intimes, de nagyon sokan ismerik a napika viccet. Ismeri valaki? Nem? Na majd szünetben elmondom. El kell mondanom, kiutasított. Amikor a szerelmes fiatal párocska összekerül, akkor boldogságban napika van, naponta szeretik egymást. Aztán jönnek a hétköznapok, akkor már csak két napika van. Aztán jönnek a nehéz napok, amikor már össze kéne rakni a házikót, akkor már csak hetike van. Aztán még jönnek a problémák, megunás, megszokás, már csak két hete van. Két hetike van, aztán már havika van, aztán fél évike, aztán már évike sem. És ennek kapcsán, ez volt az ötlet, de azért egy kicsit másról van szó. Nagyon sokszor tapasztalom azt, amikor bemegyek egy-egy drogériamárba, vagy egy bioboltba, hogy nekem kéne ez, nekem kéne az. De hát amikor lerakja a polcra, egyszer nem képes kifizetni azt, hogy egyszerre 8-10 féle tablettát, kapszulát összeszedjen, márpedig mindegyiknek nagyon nagy szüksége lenne a szervezetünknek. És ennek kapcsán jött egy ötlet, hogy mi lenne, hogyha a mindennapi egészséget kiporcióznánk, és így jött a napika ötlete. Összeállítottunk olyan 10-16 tabletta és kapszulát tartalmazó kis tasakokat, amelyben benne van orientáltan, specifikusan férfiaknak, nőknek az, amire szükségük van. Itt is a variációk száma, a csillagoség, ezt is önök fogják majd behatárolni. Ugye most már ez a második visszacsatolás annak, hogy ha felszerelem magam megfelelő porokkal, akkor bármilyen ételt meg tudok csinálni. Ha éppen fogyókúrázni akarok, akkor nem veszem meg a 100 000 forintos
fogyókúrás programot magamnak megcsinálom. Hamarosan egyébként jön majd a káposztaleves por is, de mindjárt fogunk még a káposztaleves kapszuláról is beszélni. Tehát egyszerűen az a célunk ezzel, ja, és egy apróságot elfelejtettem mondani, hogy ezek a porok olcsók. Tehát a mai világunkban nem lehetnek több ezer forintért árulni. Egyébként fölmennek az interneten, meglátják majd, neves gyártók is elkezdték ezt az irányvonalat, 3-4-szeres áron árulják ezeket a porokat. Mi garantáltan legjobb minőséget adjuk normális ember elérhető áron, és ez most nem a reklámhelye volt, hanem mi is ugyanúgy gazdasági gondokkal küzdünk, mint mindenki más. És ezáltal, hogy még többet adunk, még kedvezőbb áron, érezzük azt, hogy tudunk önökön és magunkon is segíteni. Na visszatérve a napikára, ugye osztottunk, szoroztunk, vettünk egy nagyon drága gépet, ami az összes ilyen tablettát összeszedi, berakteszi egy tasakba, és úgy gondoltuk, hogy egy kávé áráért a napi vitamin csomag az nem lehet sok. És így készültek el a 100% tiszta természetből, illetve a saját kapszuláinkból, amit nem lehet tablettázni, ezek a kis tasakok, ami egyelőre háromról van szó, a napi alapcsomagról, a nőkért csomag, a vitamin csomag, vitamin plusz csomag, ami egyelőre lefedi a jelenlegi igényeket, de gondoltunk már gyerekekre, gondoltunk hosszú úton lévőkre, gondoltunk már ilyen extrém stressz helyzetben lévőkre, gondoltunk már a férfiakra, nőkre. Ezek mind fognak jönni a Napika sorozatban, csak egyelőre azt szeretnénk, hogyha ez a Napika gondolkodásmód ez önökben benne lenni, minden nap az egészségünkért egy pár tablettát, kapszulát el kell fogyasztani. És még egyszer elmondom, ha van idejük, akkor a kis porokból kutyuljanak otthon mindenféle egészséges hitókákat. A Napika alapcsomag egyébként, ugye C-vitamin, mint említettem, mindenből minden nap szükségünk van rá. A Megamag kapszulák, a Likarabról még fog esni szó. A Likarab egyébként a Parakilnek a OET által átalakított szavamer, így, hogyha megfordítjuk, senki nem jön rá, hogy a Parakilről beszélünk. A Parakil egyébként fantasztikus jó a káros bélbaktériumok ellen. Ukrajnában fejlesztettük ki hosszú évek alatt, és ma, amikor vércsepp analízis, vagy mindenféle más módszerekkel mérik az embereknek a vérét, a vértisztításra, a belső tisztításra a legjobb, amit tudtak ajánlani. Ezért óriási népszerű, ezért nem maradhatott Parakil, de ebben most nem menjünk bele. A Nővér Plusz tabletta, a szerves vastartalma és a cékla miatt, búzafű tabletta az előbb említett aminosavak miatt és a rengeteg energizáló anyag miatt, a kapor, természet inulinja elhangzott, és a zöldvér tabletta tulajdonképpen a Grimix 18-nak a tablettásított változata. Tehát ezt végignézzük, hogyha ezt mind a 8-félét meg szeretném venni irdatlan összeg, így nem akarok, majd megnézik, de ilyen 150-200 forint körül tudják most itt elérni ezt a egy napi adagot, ez kereskedelemben valószínűleg kicsit drágább lesz. A nőkért csomag tartalma, a C-vitamin nekik is nagyon fontos, a Megamag, a magnézium. Nem tudom, tudják-e, hogy a nők, amikor szülnek egy gyereket, a vas 80%-át vesztik el, és a magnézium készletük majdnem 90%-át. Tehát ezért van utána ez a gyermekágyi depresszió. Pont az két dolog, a magnézium és a vas, ami folyamatosan kell, és 50 g-ban összesen magnéziumból a testben. És a vas is egy nagyon instabil dolog, és ugyanakkor a szerves vas, az meg pótolhatatlan. Nem akarok termékekről beszélni, mesterséges kismama vitaminok következményeként egyre specifikusabban látszik, hogy mindenféle tűzfoltos gyerekek születgetnek, és egyszerűen ezt egyfajta mesterséges vitaminnal hozzák összefüggésben. Ha majd hivatalosan is megjelenik, akkor el fogom mondani, hogy mi ez. A Nővér Plusz tablette ezért kapott kimondottan erős szerepet, a búzafű úgy szintén a nők által jobban kedvelt, és a lucerna tabletta. A lucerna tablettában, ugye nagyon jól tudjuk, hogy például tejelválasztás is támogatja, de a nők minden korosztályának folyamatosan ajánlott a lucerna fogyasztása. A vitamin plusz csomag. Mikor kell a vitamin plusz csomag? Amikor úgy érezzük, hogy azért extra terhelése van a szervezetünknek, testünknek, sokan habciznak ránk az irodába, iskolába, feltétlenül szükségünk van arra, hogy több vitamint fogyasszunk. És a kolonkontrollról van még egy pár percem, szeretnék egy pár gondolatot mondani. A kolonkontrollt Magyarországon több mint 20 000-en elvégezték a tisztító programot, és két változtatást tettünk benne egyelőre. Az egyik a starter, ugye gond volt az, hogy a
Magic Basic-et miért kell megvenni drága pénzért, amikor utána nincs rá szükség. Éppen ezért a starter cserélt föl, ez a széklet lazítására szolgál a kezdeti időkben. A magnézium szulfátnak van egy erős laxatív hatása, amely egyébként más céloknál is alkalmazható, nem csak feltétlenül a kolonkontroll programban, és ahhoz, hogy megfelelően tudjon a kolonkontroll működni utána a bélradírozásban, a mikroflóra megtisztításában, ez feltétlenül. A parakhírről ugye elmondtam az imént, hogy likarap lett, de hogyha még ezt a címkét is megengedték, hogy lehet látni a tükörkéből, hogy parakhír. Nem, egyszerűen nem értem ezt a szemléletet. Az emberek egészsége lenne mindenáron, és amikor van egy természetes anyagból készült kapszula, amely valóban képes rendet tenni az emésztőrendszerben, akkor azt tűzelvassal értjük. Mindig jön a telefon, most már csak egyet lehet bevenni, ideig három volt ráírva. Természetesen be lehet venni. Nekem a napi adagom volt, amikor 8 szem volt, és semmiféle kontraindikáció nem volt. Bátran szedjék a parakilt. Az olaj juice egyébként, amikor megtisztítottuk a bélrendszert, utána a bélrendszer kozmetikuma, úgy hívjuk, mert a bélbolyókat lemossa, és sokkal gyorsabban fejlődnek, mert a bélbolyók ugyanúgy fejlődnek egyébként, hogyha tiszt állapotban vannak. Kápuska, hát ez nagyon népszerű termékünk lesz, ugye mindenki meg van őrülve tavasszal a fogyókúrákért, de a fogyókúra nem ott kezdődik, hogy elkezdünk kapszulákat szedegetni, hanem felelősséget válunk mindenkor, hogy italér és ételén, amit elfogyasztunk. A kápuska egy eredeti orosz recept alapján készült. Az összetevőkről mindjárt Viki fog egy pár szót mondani, de igazából a mi receptúránk kicsit eltér a Németországból ideért káposztaleves kapszulától. A torma, mint egy jellegzetes magyar növény belekerült, a tisztító és megszüntette az erjedést, a belegben az erjedést. Tudjuk jól, hogy húsvétkor is azért fajjuk a sonka mellé a tormát, hogy kompenzáljuk azt a brutalitást, amit olyankor elkövetünk a szervezetünkkel szemben. Ugyanakkor a káposzta magas rosttartalma gyorsítja a béltartalom ürítését, tehát sokkal gyorsabb tranzitútnál még megakadályozzuk azt, hogy az újabban bevitt táplálékok felszívódjanak, vagy még további nem kívánt kalóriákat tartsunk a testünkben.